Üdvözlök mindenkit, Necrotim vagyok, jöjjön Call of Duty 4 fegyver tippek gyorsban. Ebben a sorozatban előveszük a Code 4 fegyvereket, perk kombinációkat, illetve attachment kombinációkat javaslok hozzá, aztán mindenki úgy csinálja, ahogy neki tetszik. Ezek az én meglátásaim, és a következő fegyver legyen az AK. Ha van valami fegyver, amiről szeretnél hallani ma holnap, akkor írd meg a kommentbe, és előre veszem, és akkor azt fogom feltölteni előbb, és beszélgetünk róla. Nos, hölgyeim és uraim, az AK a Code 4 egyik legjobb fegyvere, és legváltozatosabb játékmódokra ad engedélyt. Lehet vele kempelősebben, türelmesebben, lehet vele rásolósabban egy erős és gyors fegyver. Fel fogom osztani a dolgokat olyanok számára, akiknek van FPS, és olyanok számára, akiknek nincs FPS-e, mindkét AK változat. Az AK az a fegyver, ami megenged mindazoknak egy jó játékot, akiknek van, és akiknek nincs FPS-ük. Térjünk rá gyorsan a lényegre. Mit kell tudni az AK-ról? Attachmenteknek, azoknak, akiknek nincs FPS-ük, én nem javaslom, hogy tegyenek rá bármilyen attachmentet, hogy őszinte legyek. Maximum egy hangtompítót, de vigyázni kell vele, hogy az AK-ra rámegy a hangtompító, az valahogy nagyon kihangsúlyozza azt a visszarúgását, és a visszarúgásával az AK-nak van egy ilyen kis balra kilengés. Valahogy, tehát egy eleve, hogy fölfelülés van egy ilyen kis balra kilengés, minden nem tudom, hanyadik golyónál, én a harmadik golyónál van egy ilyen kis balra kilengés, valahogy a hangtompító ezt jobban kihangsúlyozza, hangtompító nélkül nem. És azért nem javaslok rá tenni semmilyen attachmentet, mert hogy gyakorlatilag kényelmes vele célozni nagyon, hogyha van FPS-ed, kényelmes vele célozni nagyon. Akinek nincs FPS-e, az tegyen rá egy Red Dot Sightot. Mindenképpen. Tehát, mert nagyon jóvá teszi a célzást, hogyha van rajta egy Red Dot Sight. G-et, ugye, hát ha nagyon akarod rakhatsz rá, de inkább hagyjuk a G-et, jó? Acogot akár a nagyon durva, én úgy gondolom, lehet vele lőni, de a hangtompító, a semmi és a Red Dot Sight közül, tehát acogot elég macira választani. Perkek szempontjából, nos, lássuk, aki régi Code 4-en játszik még mindig, aki a régi Code 4-en játszik, annak kettes perknek ajánlom a double tapot. Tudom, azért ajánlom a double tapot, mert legtöbbet hardcore szerverekre járnak fel a régi Code 4-esek, és a double tap nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durván darál a hardcore szervereken. Ebbe a Code 4-be, illetve a sima, normál módba, igazából annyira nem fekszik a double tap, helyette inkább a stopping power, vagy a slate of hand fog bejönni, de ezek közül is én inkább a stopping power-t javaslom. És perk 3-nak steady aim-et. És ez egy olyan összeállítás, ja, és háromszoros frag gránát. Ez egy olyan összeállítás, ami arra van, hogy mozogjunk a pályán, és ne kempeljünk. Leginkább, és azért három frag mondjuk extra ammo helyett, mert hogy az AK van annyira erős, hogy egy tárból kijön az a 3-4 ember gyakorlatilag, úgyhogy simán, tehát nem szükségeltetik neki annyira az extra ammo, és az úton útfélen elesett ammót amúgy is fölszeded. És akár a nagyjából ez a kötelező standard. Tehát per 2-nek egy stopping power és steady aim, mert hogyha szűk csatákra kerül a sor, ahogy közel van az ellenfélhez, akkor nagyon jó az AK no zoom-ban, de csak akkor, hogyha be van rakva neki a steady aim. Srácok, ennyi lett volna, ami az AK nagy története még egyszer, tehát egy három gránát, egy stopping power és egy steady aim, és az AK kész a csatározásra. Hogyha nagyon csöndbe szeretnél lenni, akkor ugye rakd rá a hangtompítót, jól jön neki mindenképpen, csak vigyázz, mert hogyha enemy behívja a radart, akkor óvatosabban kell játszanod, és gyakorlatilag a hangtompító miatt, mivel kisebb távolságon fogsz sebezni nagyot, így aztán kicsit macerává válhat az AK, és nehezebben lehet majd kezelni azt a visszarugást is. De érdemes adni neki próbát. Köszönöm a figyelmet, a következő fegyverig, sziasztok!